A líder közösség csak közvetítő szerepet tölt be a pályázatok elbírálásakor, a végső döntést nem a helyi akciócsoportok hozzák meg, hanem a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal. Ezt válaszolta a Dombó TV kérdésére Naszvadi Balázs, a Tolna 3-as összefogás líder szövetség egyik elnöke, amikor megkerestük őt a Pintér Szilárddal összefüggő pályázatok miatt. A Dombó TV már többször beszámolt róla, hogy milyen különös körülmények között keletkezett a Csikóstötősi Béke utcát díszítő horgásztó. A Faluszépítő Egyesület még 2013-ban kapott támogatást a Darányi Ignác tervből, 17,7 millió forintot a 27,2 millió forint összegű munkára. Az ügy érdekessége, hogy ez a tó éppen annak a háznak a lábánál fodrozódik, amelyet ugyancsak EU-s támogatásból építettek. Ezt az ingatlant Pintér Szilárd polgármester építette, falusi magánszálláshely kialakítására nyert 10,5 millió forintos támogatásból. A tavat úgy készítették, el, hogy a néhai Dombóbau Kft.-vel a Csikóstötősi Faluszépítő Egyesület kötött egy 27,2 milliós vállalkozói szerződést, csak hogy információink szerint a munkálatokért valójában nem fizetett az Egyesület a vállalkozónak, hanem a kotrás során kitermelt agyag fejében készült el a munka. Ezt az agyagot később a dombóvári Volt Erzsébet utcai hulladéktelep éppen akkor zajló rekultivációja során használták fel takarórétekhez. Ezt egyébként a Dombóbau egyik korábbi társtulajdonosa, Kólya József kérdésünkre megerősítette. Szerettük volna megtudni, hogy ha valóban úgymond barterügyletként oldották meg a tó kotrását, akkor a Faluszépítő Egyesület hogyan tudott elszámolni a kiutalt uniós pénzzel. Ahogyan arra is választ vártunk, Pintér Szilárd a személyes érintettsége miatt nem merülte fel összeférhetetlenség. Ezért kerestük Naszvadi Balázs korábbi fideszes önkormányzati képviselőt, jelenleg a Tolna 3-as összefogás líderszövetsége egyik elnökét. Ő telefonos megkeresésünkre azt mondta, eljárási rendje van a pályázatok befogadásának és elbírálásának. A helyi akciócsoportok, mint a Tolnai 3-as összefogás, csak közvetítő szerepet töltenek be. Az elnökség tagjaiból és választott tagokból álló bíráló bizottság véleményezi a pályázatokat, amelyeket aztán fel kell tölteni egy központi elektronikus felületre. A végső döntést a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal hozza meg, amelyről a helyi akciócsoportot tájékoztatja, és végül innen, tehát a helyi lídertől jut el az információ a pályázókhoz. Naszvadi Balázs a Dombó TV-nek elmondta, tudomása szerint Pintér Szilárd a bírálóbizottság tagjaként jelezte, amikor személyes érintettsége merült fel a projektek értékelésekor, és ilyenkor kivonta magát a szavazásból. Arra azonban, hogy miként számolt el a Csikóstötősi Faluszépítő Egyesület a horgásztó kialakítására elnyelt pénzzel, a Tolnai 3-as Összefogás Szövetség elnöke azt mondta, az MVH-nak kell megküldeni az elszámolást, és a hivatal rendelhet el vizsgálatot is bejelentés alapján. Kerestük a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalt is kérdéseinkkel, adásunkig azonban egyelőre nem kaptunk választ.